Szeretettel köszöntök mindenkit a Hogyan lopják el a Balatont című sorozatunk második adásában, ahol itt vagyunk Balaton Akaliban. Az előző helyszínhez képest nem kellett sokat jönnünk, csupán 7 kilométert Zánkáról, ahol ugye azt mutattuk be, hogy egy ingatlan tulajdonos hogyan vezette be a saját ingatlanjába a Balatont, tönkretéve ezzel az egész élővilágot, a nádast és mindent. Azonban a mostani helyszínünk egy jóval nagyobb volumenű történet, ugyanis itt kilométer hosszan tették tönkre az eddigi élővilágot, kilométer hosszan dózerolták le a nádast, és kilométer hosszan építik be most apartmanokkal. Egészen pontosan a Balatonakali Strand Holiday Campingnél vagyunk, vagyis hát már csak volt kemping, ugyanis mindannyiunk fejében a kempingekről egy olyan kép él, amikor lakókocsik és sátrak vannak a vízpartján. Ugyanakkor itt, ahogy mögöttem is láthatják, itt nem sátrak és nem lakókocsik vannak, hanem luxus ingatlanok, azok is félkész állapotban. De hogy hogyan is indult ez a történet? 2016. június 26-án az SSS Group nevű KFT vásárolta meg ezt az ingatlant, méghozzá fél áron, ugyanis 572 millió forint volt a kikiáltási ára, az irányára ennek a területnek. Ugyanakkor az SSS Group KFT ezt kicsit több mint 250 millió forintért vette meg. És hogy ez hogyan is történhetett meg? Egyrészt nyilvánvalóan, sajnos ezt ki kell mondanunk, hogy az önkormányzat asszisztálásával, ugyanis az önkormányzatnak elővásárlási joga lett volna a területtel kapcsolatban. Ugyanakkor az önkormányzatnak nem ez volt fontos, hanem az önkormányzatnak az volt fontos, hogy minél nagyobb hasznot tessen rá erre az ingatlanra. Nyilván ennek az ingatlannak, ennek a hosszú partszakasznak az adóbevétele így sokkal nagyobbat nőtt. Ugyanakkor, hogyha elnéznek mögém, és látják ezt a természetpusztítást, akkor kijelenthető, hogy gyakorlatilag itt kilométer hosszan tették tönkre a Balaton partját, és egy olyan visszafordíthatatlan folyamatot idéztek elő, amelyel kapcsolatban hatóságok is megrovásban részesítették az ingatlan tulajdonosait, hiszen kötelezték őket, hogy állítsák helyre az eredeti állapotot, mivel ugye gyakorlatilag kivágták a nádast, és feltöltötték mindenféle kavicssal, törmelékkel a nádas helyét, hogy minél nagyobb területen építessenek apartmanokat. Kicsit utána néztünk ennek az SSS Group KFT-nek, és hát érdekes volt azt tapasztalni, hogy ennek a KFT-nek tagja volt egy hónapon keresztül egy Francisco Javier nevű chilei származású úriember, aki mit ad Isten pont abban az időszakban volt tagja ennek a KFT-nek, amikor az ártárgyalások folytak a mögöttünk látható területről. Ez a 14 ezer négyzetméteres terület csak úgy, mint csepp a tengerben, hiszen az elmúlt évek során a Balaton Turist felvásárlásával Mészáros Lőrinc gyakorlatilag rátette a kezét majdnem az összes balatonparti kempingre. És ez tökéletesen mutatja a Fidesz kormány elnemzeti politikáját is, hiszen számukra a profitorientáltság sokkal fontosabb, mint a magyar nemzeti értékeknek a megőrzése. A Mi Hazánk mozgalom ezzel szemben azt követeli, hogy szigorítsák a Balaton törvényt, és tartsák kordában azokat az oligarcháikat, akik a mögöttem látható partszakaszra és körbe a Balaton egészére rá akarják tenni a kezüket. A Balaton a magyar családoké, a Balaton a kikapcsolódni vágyóké, és nem pedig a pénzéhes oligarcháké. Bocsánat, elnézést! Ezt megkérdeztetem, hogy hova tűnt itt a nádas? Nem is volt. Nem volt? Nem is, szabadságok. Hát, azt én tudom, de itt beljebb ért a nádas, és itt feltöltötték most ilyen murvával. Azért, mert én itt pár évvel ezelőtt 16 környékén itt még nádas volt. Fogalmas is. Be van még a nádas teljesen, parti. Hát tudom, csak beljebb volt, tisztán emlékszem. Jó, akkor nem tudjuk. Eltűnt. Jó, köszönjük. Jó.